Árnyékos kertbe valami gyönyörű növény? A japán tarka babérsom tökéletes megoldás lehet. Ültethetjük napos helyre, és akkor viszont az új hajtások meg fognak égni, de árnyékban tökéletesen jól érzi magát, a talajra igénytelen, örökzöld, és ezek a pöttyös levelek minden tekintetet magukra fognak vonzani. Nem lesz óriási bokor belőle, kb. Olyan 1 méter 20 centi lesz, így nagyon jól tudjuk elhelyezni, akár ágyásban, akár a kerítés sarkában, akár kerítés mellett. Segítségével bárhova tudunk egy kis színt csempészni a kertben. Az Aukuba japonica variegata egy különleges díszcserje, mely örökzöld és fényes tarka leveleivel díszít egész évben. A meszes talajokat nem kedveli, legyen jó vízgazdálkodású, semleges vagy enyhén savas a talaj, ahova ültetjük. Közepes fényigényű, jól tűri az árnyékot, tűzőnapra ne ültessük, és közepes vízigényű, kedveli a párás környezetet, és rendszeresen locsoljuk. A japán tarka babérsom tavasszal virágzik, és díszítő értékük elhanyagolható a virágoknak, viszont a virágokból piros bogyótermés fejlődik, mely télen is a növényen marad, szépen díszíti a kertet, azonban a bogyók nem ehetőek, mérgezőek. Kevés gondozást igényel, és védettebb helyre ajánlott ültetni a fiatal egyedeket ősszel érdemes lombbal befedni a tövüknél, annak érdekében nehogy kifagyjanak. A színes lombokat bármilyen növénnyel társíthatjuk, legyen szó árnyékliliomokról, tűzesőkről vagy keleti hunyorokról. Ez a különleges levélszín a zöld, a sárga pöttyökkel igazán impozáns megjelenésűvé teszi a japán tarka babérsomot. Ha felkeltette az érdeklődésedet a japán tarka babérsom, keresd a gardencentrum.hu webáruházában!